Győri Enikő képviselőasszony itt ül már velem a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egyenesen a repülőtérről érkezett ide hozzánk. A friss fejlemény az ugye az, hogy nagy többséggel most végül megszavazta az Európai Parlament balliberális többsége azt a bizonyos magyar kormányt elítélő állásfoglalását, amiről ugye a vita lezajlott a tegnapi nap folyamán, valamint felszólították az Európai Bizottságot arra, hogy minél előbb indítsák meg az eljárást Magyarország ellen. Úgy tűnik, hogy nagyon felidegesítették az Európai Parlament balliberális többségét. Jól érzem? Abszolút. Egészen hisztérikus volt a tegnapi vita. Úgy éreztük, hogy egy ilyen szürreális showba csöppentünk több okból. Egyrészt nézzük meg, mi volt a vita címe. A vita címe az volt, hogy Magyarország uniós jogot sértett. Most ezt akkor lehet kijelenteni, hogyha született erről egy ítélet, mondjuk az Európai Bíróság előtt. Ez még nem történt meg. Az Európai Bizottság elkezdett egy kötelezettségszegési eljárást, ez rendben van, ha így gondolta, de sem a parlamentnek nincs joga ilyen kijelentést tenni, de az Európai Bizottságnak sincs, az nekem még jobban is fájt, hiszen hát nekik a szerződések őrének kell lenniük, mint von der Leyen, mint Jourová úgy beszélt, mintha itt már megszületett volna bármilyen ítélet. Aztán ugye nemzeti kompetenciába eső ügyről beszélünk, tehát ezekben az ügyekben oktatás, alapvető jogok, gyermekvédelem, mi ezt a témát, eszünkbe nem jutott, hogy erről vita lehet, hiszen nem uniós kompetencia. Az aztán meg még a lélegzetünket is elállította, és én bevallom, hogy azt hittem, hogy egy fake news-szal állok szembe, amikor tegnap előtt, a vita előtt egy nappal megtudjuk, hogy a szocialisták részéről a határozat szerzője egy olyan máltai képviselő, akit 2 évre jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, pornográf felvételeknek a közzététele miatt egy ilyen szerelmi bosszú kapcsán. Ezt nem akartam elhinni. Ezért gyorsan megkérdeztem egy máltai kollégát, hogy mondd már, hogy ugye ez nem igaz, tehát itt csak valaki csőbe akar minket húzni, és azt mondta, hogy de igen, ez minden képzeletemet felülmúlta. Úgy fogalmazott képviselőasszony, hogy hisztérikus volt a hangulat, de a hisztéria ok az a pedofil törvény, vagy akár már a korábbi Magyarországgal kapcsolatos kifogások is lehettek? Természetesen van egy hangulat ellenünk, állandóan keresik a fogást akkor is, ha nincs, és hogyha a belőjükre tapintunk, ugye azért, ha körülnézünk Európában, hogy mi folyik, a liberális mainstream több országban igyekszik egymást túlteljesíteni. Spanyolországban jártam 10 nappal ezelőtt, barátaim megdöbbenve mesélik, hogy most milyen jogszabályokat hoz a szocialista kormány, a transztörvény például, bárki fiatalkorú is kérheti egy nemi átalakítási műtétet, bárki besétál egy hatósághoz és közli, hogy ő mostantól már nem Juan, hanem Juanita, akkor a hatóság nem kérdőjelezheti meg, hanem kiavítja a regiszterbe a nemet, 3 hónap múlva visszasétálhat és visszacsinálhatja. Tehát olyan elképesztő dolgok történnek, hogy a mi törvényünk ezzel nagyon szembe megy. Ez az egyik. De van egy másik oldal is, és ez is nagyon jelentősen jelen volt a folyosói beszélgetésekben is, hogy azért múlt pénteken 16 párt 15 országból úgy döntött, hogy mutat egy másfajta Európa képet. És azért az egy nagyon jelentős szám, 15 tagállam, 16 pártja. Egyszerre írtunk alá egy olyan nyilatkozatot, amelyben lefektetjük, hogy mi másmilyen Európában gondolkodunk. Ez egy legitim vita, most folyik az unió jövőjéről szóló konferencia, szeretnénk megmutatni az áspontukat. Szörnyű idegesek lettek tőle. Nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy valaki bátran, kertelés nélkül megmutassa, hogy másként gondolkodik. 15 ország támogatása a vitában is érződött, hogy az LMBTQ téma, a transzjogok, az egy nagyon kényes terület, és minimum hallgatnak róla azok az európai parlamenti képviselők, akik nem akarnak mondjuk komoly szankciót maguk után vonni, vagy a kijelentéseik után vonni. Szóval élvezték a támogatást? Abszolút így van. Folyosói beszélgetésekben nagyon sokan szégyenkeztek. Nem minden szégyenkezés fordítódott nem vagy tartózkodó szavazatra. Most délután elemezgettük a többiekkel, hogy az Európai Néppárt hogyan szavazott, mert hát azért gondoljuk már meg, egy magát kereszténydemokratának tartó legnagyobb európai parlamenti csoport mégis hogy adhatja a nevét egy ilyen határozathoz, pláne ha ilyen társszerzői vannak ennek a határozatnak. Hát szemlesütve beszélgettünk ezekről a kérdésekről. Azért a minket egykor támogató, velünk továbbra is szimpatizálók ott úgy szavaztak, ahogy azt kellett, vagy nem szavaztak, az is egy megoldás, tartózkodtak, vagy ellene szavaztak.
kisebbségben vannak, az Európai Néppártnak kb. 30%-a szavazott így, és akikre viszont számíthattunk nagyon kevés kivétellel, a konzervatívok, illetve az Identitás és Demokrácia csoport, tehát a jobboldali pártcsoportok, ugye itt beszélek az olasz Giorgia Meloni Fratelli d'Italia pártról, a lengyel PISZ-ről, aztán az Identitás és Demokrácia, mert elsősorban a Léga pártjairól, és az egy dolog, hogy szavaztak, nagyon komoly felszólalásokat tettek, nagyon komoly cikkek láttak napvilágot ezekben az országokban, és hát a szociális médiát is nagyon sok képviselő használta arra, hogy kifejezze Magyarország iránti szimpátiát, együttérzését, és azt, hogy ez nem csak Magyarországról szól, hanem arról, hogy milyen világképet kényszerítenek az európaiakra. Összességében mi volt a benyomása, mennyire voltak jól informáltak, akár a támogatóik, akár a kritikusaik ebben a vitában? Tehát tudták-e, hogy miről szól a pedofil törvénymódosítás? Ugye két hete volt először napirenden az Európai Parlamentben, akkor azt kértem a képviselőktől, hogy olvassák már el, hogy miről beszélnek. Nem gondolom, hogy elolvasták. Tehát ez teljesen lényegtelen, hogy mi van a törvényben, hogy nincs benne semmi a nagykorúakról, hogy ez a gyerekek védelméről szól, részben a pedofilia ellen, részben a nem megfelelő tartalmakkal való szembesülésről, és arról, hogy az iskolában mit lehet csinálni, és hogy a nevelés, a szexuális felvilágosítás az a szülők feladata. Nem látom, hogy a valóság, a törvénycikkek ismerete az megtörtént volna, és hogy ez bárkinek megzavarta volna a hozzáállását. Ugye vannak külföldi támogatóik, de voltak belföldi kritikusaik, több magyar európai parlamenti ellenzéki képviselő keményen követelt az Európai Bizottságtól például az uniós források felfüggesztését. Donát Anna, Momentum EP képviselője a felszólalásában kiemelt, hogy a magyar kormány a Fudan Egyetemről, a kiszervezett nemzeti vagyonról és a koncesszióban kiárusított autópályákról szeretné elterelni a figyelmet a pedofil törvény módosításával. Valóban számítottak arra, hogy ilyen nemzetközi visszhangja lesz, hogy ez adott esetben mondjuk valóban felülír minden más vitát Magyarországgal kapcsolatban, szóval volt ilyen szándék? Azért azt nézzük, hogy nekik milyen szándékuk lehettek. Tehát itt van egy magyar belpolitikai állásfoglalás, egy magyar törvény nemzeti kompetenciában. Az, hogy az Európai Unió sok tagállam ezt veszélyként éli meg, mert másfajta Európát mutat, másfajta gondolkodást a mainstreamhez képest, illetve, hogy nekik milyen szükségük van arra, hogy egyébként a nagyon húsba vágó kérdésekről eltereljék a figyelmet, mint a válság utáni helyreállítás, vagy ugye még nem vagyunk túl 100%-osan a járványon, vagy a bevándorlás, illegális bevándorlás, most újra kitolták, hogy majd pár hónap múlva megpróbálunk újra megállapodni. Tehát az, hogy a figyelemelterés az hol van, én azt gondolom, hogy sokkal erősebben inkább azon az oldalon. De Donát Annára visszatérve, mert mondott még valamit, ami engem azért szíven ütött. Szinte felszólította az Európai Uniót, a képviselőket, a bizottságot, hogy mentsék meg a magyar embereket azoktól az embertelen körülményektől, amelyekben élnek. És azért Donát Annának a demokrácia felfogása azért érdekelne. Tehát vannak választások. Magyarországon választások lesznek jövő áprilisban. Ott minden polgár kifejezheti a véleményét erről a kormányról, ha nem tetszik neki, leválthatja. A demokráciában ez így működik. Milyen külső segítséget szeretne ő? Hogy gondolja azt, hogy megmentsék a magyar embereket az Európai Unióból? Azért ez nekem nagyon veszélyes. Viszont illeszkedik a diktatúra elméletbe, tehát abba ugye, hogy a magyar kormány diktatórikus, autoriter kormányzást folytat, és hát nyilván ilyenkor valamiféle külföldi jogi segítségre szüksége van egy tagállamnak, ezt próbálják meg feltételezem brüsszeli fórumokon szorgalmazni. Van itt egy érdekes kérdés. Ugye ön is kiemelte most, hogy a gyermekek nevelése, szexuális felvilágosítása, család és a szülők hatásköre, de maga az oktatás témája a tagállami hatáskör, semmi esetre sem uniós. Mi az ellenfeleik, vagy az önöket kritizálóknak az álláspontja? Ez a kinek a hatásköre, vagy a jogköre, például a gyermekek szexuális felvilágosítása? Mindenáron meg akarják erőszakolni az uniós jogot. Én ezt mondtam el a tegnapi vitában is. Hát szerintem már szinte nevetséges az az erőfeszítés, hogy keresik, hogy lehetne ebben az egyértelműen tagállami hatáskörbe tartozó témakörben valamibe belekapaszkodni, valamilyen olyan uniós jogba. Beszélnek az általános értékekről, ugye az uniós alapító szerződések második cikke beszél az értékekről,
azt próbálják meg ráhúzni. Akkor beszélnek arról, hogy ugye vannak a média nem megfelelő, nem életkorhoz megfelelő tartalomszűrés ebben a törvényben, akkor azt mondják, hogy az audiovizuális szolgáltatás nyújtásba ütközik ez a törvény. Az áruk szabad áramlásánál még nem bírtam eljutni a képzelettársítás olyan szintjére, hogy megértsem, hogy hol van a mi törvényünkben az áruk szabad áramlásába ütköző cselekedet. Tehát ezek elég merész képzelettársítás, gondolom jogászoknak kiadták, hogy ki kell hozni valami eredményt, és ezt bírták kihozni. És nem tartanak attól, hogy ki fognak hozni még olyan eredményt is akár, amire hivatkozva mondjuk jogosan vissza tudnak tartani uniós forrásokat? Próbálkozni fognak, az teljesen egyértelmű. Hát a minden úgy volt, hogy Magyarország is megkapja jelképesen a csekket, és a bizottság milyen meglepő, hatalmas nemzetközi média és politikai nyomás hatására most úgy döntött, hogy még pótlólagos információkat kér, még nem teljesen elégedett, hogy a helyreállítási alappénzeit Magyarország hogyan használná fel, és milyen ellenőrző rendszer van. Tudtommal pont talán 2 hónappal ezelőtt pont a korrupció ellenes intézkedéseinket szigorítottuk, úgy tudom, hogy az Európai Bizottság nagy megelégedésére. Ezek után milyen érdekes egybeesés, hogy a pedofília törvénnyel kapcsolatos botrány és ugye a jóváhagyása a helyreállítási alap magyar fejezetének, hogy akkor itt hirtelen megállt a folyamat. Tehát nehéz azt mondani, hogy nem a politikát viszi be az Európai Bizottság ebbe a döntésbe. Képviselő asszony, szerintem visszatérünk még a témára. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.